Nagy szeretettel köszöntelek Nagybőjt második vasárnapján, amikor Isten igéje Szent Máté evangéliumából szól hozzánk, a 16-os rész 24-es verséből. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét, és kövessen engem. Kedves testvérem, ez ugyancsak egy mondat, de mégis elég hosszan lehet elemezni, igazából órákig lehetne róla beszélni, igyekszem röviden és tömören, de részletesen. Mi az az önmegtagadás? Az elmúlt 2000 év kereszténysége, most végtelenül leegyszerűsítem persze, két szóban összegezte az önmegtagadást, az egyik az önfegyelem, a másik pedig az elfojtás. Ennek hosszú sora van, hogy miért alakult így, nincs idő kifejteni, de tulajdonképpen biblikusan Szent Páltól indul a dolog, aki a Római Levél 8-as rész 13-as versében azt mondja, hogy ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok, és nagyon sok helyen hozza még elő ezt a gondolatot, hogy az embernek meg kell ölnie, meg kell gyilkolnia saját magában a rosszat, a rossz vágyakat, a kívánságokat, stb. Az a kifejezés, amit itt használ, ez az ógörökben a tanató kifejezés, latinul még beszédesebb mortifikáció, magyarul meggyilkolni, megölni, likvidálni tulajdonképpen azt jelenti, ez a négy evangéliumban nagyon ritkán fordul elő, és kizárólag Jézus megölésével, keresztre feszítésével kapcsolatban, hogy a főpapok a tanács halálra adja őt, vagyis meg akarja gyilkolni, meg akarja ölni. Egyszer fordul még elő az Új Szövetségben, Szent Péter első levelében, és utána, ide kigyűjtöttem, kizárólag Szent Pálnál találkozunk vele, és mindig az ember saját magával szembeni gyilkossági szándékát, persze ez szimbolikus, lelki értelemben vett ölési gyilkossági szándékát jelenti. Mint pszichologizáló lelkész és mint pszichológiát használó pap, egy érdekes dolgot vettem észre. Szent Pál ugye Saulként írtotta a keresztényeket, meglehetősen vehemensen. Utána megtért, de megtérése után az az agresszió, amit a keresztényekkel szemben tanúsított, az igazából nem szűnt meg, hanem másfajta célt talált magának, mondjuk így, hogy megoszlott. Nagyon érdekes, hogy az Új Szövetségben Szent Pál az első antiszemita, vagy aki mondjuk így a legantiszemitább. Azért érdekes, mert hogy ő maga zsidó volt, és ráadásul képzett farizeus, de mégis ő fordult leginkább szembe a zsidó hagyományokkal, amikor ugye a körülmetélkedéssel szemben a keresztségről beszél, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát szembe fordul a zsidó hagyományokkal, másrészt pedig az agressziója önagresszióvá vált. Tehát amivel korábban a keresztények felé fordult, az most már a saját rossz tulajdonságai, negatív tulajdonságai, vágyai, ösztönei, testében lévő tüske és problémák ellen irányul. Tehát nem szűnt meg, hanem másfajta csatornát talált magának. Ez az agresszió és önagresszióvá vált. Pont. Na most, hogyha megnézzük Jézus személyiségét, és megnézzük azt, hogy Jézus hogyan viselkedik az evangéliumokban, akkor sok mindent el lehet róla mondani, mert agressziója van, amikor kiűzi a kufárokat, pénzváltókat, kereskedőket a jeruzsálemi templom előcsarnokából, akkor például agresszív. Vagy amikor Lázárt kiszólítja a sírjából, akkor is van benne agresszió. Néha a tanítványokkal is elveszti a türelmét, mert hát nem nyilván nehezen viseli el, hogy nem értik meg, hogy mit akar nekik tanítani, de önagresszió az nincs Jézusban. Azt nem találunk az evangéliumokban. És nincs benne neurózis, és nincs benne frusztráció, és nincs benne meghasonlás, sőt, ő maga mondja azt Márk evangéliumának 3-as rész 24-es versében, hogy ha egy ország meghasonlik önmagával, akkor maradhat meg. Vagyis a meghasonlás, az önmagunkkal való ellentét, az nem igazán a Jézusi út. Szent Pál tanításában csodálatos dolgok vannak. Olyanok, amelyek nélkül az üdvösség megérthetetlen, elképzelhetetlen. Krisztus keresztjének misztériumát ő bontotta ki tulajdonképpen teológiailag, de arra szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy az ő lelki vezetéssel kapcsolatos szavait senki ne értelmezze szó szerint, hanem lehetőleg csak szimbolikusan. Pszichológiai szempontból életveszélyes Szent Pálnak bizonyos szavait szó szerint venni és értelmezni, pontosan azért, mert önagresszióról tanúskodnak.
honnan is ered a kereszténységben ez a fajta önagresszió, vagy hol van ennek a talaja? Ennek a táptalaja tulajdonképpen az áteredő bűnben van. Az ős bűn ugye az, hogy Ádám és Éva evett a paradicsom minden tudás fájáról, tehát megszegték Isten parancsát. Na most a nyugati doktrinában ehhez egy átöröklődő bűn kapcsolódik, és itt distinkciót kell tennem, mert mi ókatolikusok, ahogy az ortodoxok is, nem valljuk szó szerint az áteredő bűnt, hanem a rosszra való hajlam az, ami az emberben megjelenik. És a zsidókkal együtt és az ortodoxokkal együtt valljuk, hogy amit Isten teremtett, az úgy jó, ahogy van. Az, hogy az ember rosszul él vele, az egy másik kérdés. Hogy érthette vajon Jézus? Vajon mire gondolhatott Jézus, amikor elkezdett arról beszélni, hogy az embernek meg kell tagadnia önmagát? Arra gondolt, amire a 2000 év kereszténysége, hogy a rossz tulajdonságainkat el kell nyomni és el kell folytani? Hogy a vágyainkat, azokat le kell nyomnunk a tudat alattiba? Én szerintem nem. Az az arámi kifejezés, a caprit, amit itt használ, az egy nagyon-nagyon gazdag és elképesztő szinonimákkal bíró kifejezés. Jelenti azt, hogy valamit letagadni, de megtagadni is. Például a hitetlent is ezzel, vagy az apostatát, a hitehagyót is ezzel fejezik ki, kaporáit, jelenti azt, hogy lemosni, megtisztítani, a bet kaproe az engesztelés helyét jelenti, kapure azt jelenti, hogy tagadni, szóval nagyon-nagyon sok mindent jelent. De elsősorban a megtisztulással, az engeszteléssel, a bűnök lemosásával, a megújulással van kapcsolatban. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy tagadja meg magát valaki, akkor nem arra gondol, hogy az önmegvalósítással szemben önmaga megtagadását kell választani. Tehát nem szabad kibontani az emberlétben kapott ajándékokat, meg kegyelmeket. Nem arról van szó, hogy az ember ne kövesse a maga életútját, hanem mondjon le mindenről, hanem valami egészen másról. Arról van szó, hogy tisztuljon meg attól, ami tisztátalan, és valóban töltse be azt az emberi szerepet, amit Isten szánt neki a teremtésben. Ez pedig micsoda? Most Jézus tanítása, minthogy ez egy zsidó megújulási mozgalom volt, valójában nem volt új. Mert amit Jézus mondott és tanított, az mind ott van az Ószövetség lapjain, csak a hangsúlyok mások. És a hangsúlyok vannak máshol, mint mondjuk a farizeusok és az írástudók tanításában. Amit Jézus tanított, most azzal kapcsolatban szeretném felolvasni a Leviták könyvének 19-es részéből néhány gondolatot, nem szó szerint, ahol azt mondja az írás, hogy ne lopjatok, ne tagadjatok le semmit, ne csalja meg egyik a másikat, ne esküdjünk Isten nevére hamisan, ne keressünk ürügyet fele barátunk ellen, ne nyomjuk előt, a bért, a napszámos bérét, azt időben adjuk ki, ne átkozzunk süketet, ne tegyünk gáncsot vak elé, féljük az urat, ne legyünk jogtalanok, ne ítéljünk igazságtalanul, ne nézzük se a szegény, se a gazdag személyét, igazság szerint bánjunk a barátainkkal, ne legyünk rágalmazóak, se besúgóak, ne törjünk fele barátunk életére, ne gyűlöljük testvérünket, ne álljunk bosszút, és ne emlékezzünk meg polgártársaink igazságtalanságáról, amit így summáz a 19 és rész 18-as verse, szerest fele barátodat, mint te magadat. Tehát a jézusi értékrend, amivel Máté evangéliumának 7-es rész 12-es versében is találkozunk, hogy mindazt, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük, az itt is megjelenik, illetve hát ugye a szeretet parancs, Márk evangéliumából a 22-es rész 39-es vers, de máshol is megtaláljuk, az gyakorlatilag az benne van a Levitikusban. Na most, hogyha mindennek tudatában nézzük meg azt, hogy mit is jelent az, hogy önmegtagadás, akkor ma ugyan divatos azt mondani, hogy az egót kell megtagadni, meg a személyes vágyakat, meg a nem terület. Nem. Nem ezt jelenti. Jézus gondolkodásmódja és a korabeli Héber gondolkodás szerint, amelyben semmiféle önagresszió, semmiféle neurózis nem volt, és semmiféle frusztrációnak nincsen helye, annyit jelent, hogy élj és viselkedj igazságosan, az Isten törvénye szerint, ne bántsd a másikat,
ne tartsd vissza a pénzét, a vagyonát ne vedd el, ne sanyargasd, bánj vele úgy, mint saját magaddal, magyarul éljél normális emberként. És körülbelül úgy középen, tehát egy arányos emberi életet jelöl meg az önmegtagadás, és nem azt, hogy ne valósítsuk meg önmagunkat, vagy mondjunk le minden testiségről, hát akkor ki is halna az emberiség, és csak a lelkieknek éljünk valami iszangeliában, angyali életmódban, szó nincs erről. Legyél normális. Gyakorlatilag ezt mondja Jézus. A másik feltétel, a kereszthordozás, szintén egy félreértett kifejezés, mert hogy általában azt értik alatta, hogy az ember elviseli a hétköznapi problémákat, bajokat, és hát egyfajta hosszú tűréssel elhordozza őket. Nem, nem erről szól. A kereszt az egy kivégző eszköz. Keresztet hordozni az azt jelenti, hogy az ember vállalja a maga sorsát, és vállalja a halálnak, a megbélyegzésnek, az elutasításnak, ennek a mortifikációnak, hogy esetleg ki akarják nyírni, annak a kockázatát. Nem kell szó szerint érteni, tehát nem biztos, hogy ez véres mártíriumot jelent. Egyszerűen Jézus Krisztus megvallását, a hitünk megvallását, tevőleges megvallását. Tehát Nagybőjt második vasárnapján Jézus egy nagyon egyszerű feltételrendszert állít elénk. Azt mondja, hogy legyél normális, bánj úgy az embertársaiddal, hogy szeretnéd, hogy veled bánjanak, magyarul, mivel magadat szereted, szeress másokat is, és vállald azt a kockázatot, hogy ezzel visszaélnek, vagy ezért téged bántanak. Ez Jézus követésének útja, és nem más. Azt a fajta aszketikát és misztikát, amit a keresztény szerzetesség kidolgozott, és aztán akkor a középkorban a világi plébániák átvettek, elsősorban Nagy Szent Gergely pápa jóvoltából, az egy másik történet. Maradjunk biblikusan annál, amit Jézus a maga idejében, mint galileai arám gondolhatott, és ahogy őt a tanítványai érthették, és próbáljuk meg ebben a szellemben követni.